Foglalom utána nem csináltam, de magát az atlétikát szerettem, nem véletlenül az atlét sportok irányi életben. Ne halagudjon, most meg szeretném fölvenni, jó? Semmi baj, csak azért, hogy hagyd tudok arra figyelni, jó? Elindult az 500 méter, négyen jutnak tovább ebből a futamból, tehát itt is helyre kell majd érkezni. Aztán a négy további időeredmény lesz majd, amely még ismételten tovább jut. Tehát gyakorlatilag két futam alapján, négyen jutnak tovább egy-egy futam alapján, és még a négy további legjobb időeredményt elért versenyző. Az esélyekről néhány szó. Nemzetközi eredményei tekintve ebben a mezőnyben a lengyel Lídia Csajackának a legjobb eredménye. Tavaly az Európa ranglistán 7. volt, ám Lisszabonban, az ifjúsági világbajnokságon is elérte ugyanezt a helyet, tehát 7. volt. Ebben a mezőnyben, vagy ebből a mezőnyből, akik most futnak, tavaly az európai ranglistán, ami az ifi ranglistára, 11-ként iratkozott föl Tűsai Brigitta Magyarországról. Aki az idén az országos bajnokságon az ifiknél két ezüstérmet szerzett a két középtávon, 800-on és 1500-on. A csata egyébként láthatóan taktikai, ezt valamennyi résztvevő tudja, hiszen itt most ebből a futamból valamilyen módon tovább kell jutni, és ez csak négy hölgynek adatik meg a helyezések tekintetében, és aztán majd az időeredmények alapján futhat még majd a további küzdelem sorozatban további négy versenyző. Amikor még 800 méter van hátra, egyenlőre a lengyel Lídia Csajackát röpkösik előre. Ő a legnagyobb nemzetközi eredménnyel bíró versenyzőhölgy a most futók között, így aztán oda röpkösik az élre. Ez a taktika hiába. Ezért is mondtam az elején, hogy látványos versenyszámról van szó, hiszen itt gyakorlatilag ez alatt a 3 és 3 ért körül oly sok minden történik. És hogy mi történhet még, nézzük, hiszen gyakorlatilag már is tapsot kérnek ők, a női hétpróbázók mezőnye, akik elérkeztek, vagy akik elérkezett a távolugrás versenyszámot. A hölgyek tehát, a hétpróbázó hölgyek, a következő elsőként ugrik távolugrásban Antonia Stojanova Bulgáriából. Őt Ranveig Kvalvik Norvégiával követi majd. Anu Montel a harmadik ugró Finnországból. Aki most ugrott, az a Dolor Shaligina. Őt követi majd a román Mikaela Kamut. Az utolsó kör kezdődik meg. Hatan még tovább jutó helyen, és ebből négy mehet tovább. Tehát hatan még tovább jutó helyen. Bennük a két román versenyző is. Benn lesz a négy. Tusai Brigitta is Magyarország, most ő van a negyedik helyen. Egyenlőre fönn 300-nál még minden lehetséges. 4-5-6-an még talán a német hölgyek, négyen, hölgyeim és uraim, négyen juthatnak tovább. És egyenlőre Tusai Brigitta a harmadik, a negyedik helyen. A románok láthatóan az egyik román, hogy visszafogja a tempót, hogy a másik odaérhessen. Taktika ez a javából még az utolsó 180 méteren is. Négyen juthatnak tovább, három már biztos tovább jutónak látszik a három hölgy. Tusai Brigitta egyelőre a negyedik helyen, de nagy nagy harc várható még, a román hölgy. A idő is számít. A lengyel lány, Lídia Csajacska, győz. 4:22. A továbbjutó helyekre beérkezett a két román versenyző, Krisztina Grosu, valamint Lavinia Mirojú. 4:23, akkor ő 4:23. Csak vissza a női hétpróbában a távolugrás versenyszámot. 26, igen.
Na, majd kíváncsi leszek a második. Ugyanúgy Stalina, aztán Mihajla. Ezek a román csajok, ezek jó futók. Igen. Ott van már a fiúk jönni. A második utam. Az induló. Natália Kvacsuk, Belorusszia. Krisztina Topics, Horvátország. Laura Marko, Spanyolország. Alexandra Knop, Németország. Eleonora Berlanda, Olaszország. Tanya Francisi, Luxemburg. Svetlana Berdiseva, Oroszország. Jarmila Halilova, Cseh Köztársaság. Okrana Iscsuk, Ukrajna. És Almira Kucsi, Jugoszláviából. Nézzük meg, hogy ízlik-e. De akkor, amelyikben a pénztárc számban az adatom. Igen, rázzál nagyon. Megvan? 1500 méteren tehát a hölgyek, közben 7 próbán van, ugyancsak a hölgyek. Sipoltál Brigine? Az 1500-as mezőről annyit hadd mondjak el, hogy a legnagyobb név az olasz Eleonora Berlanda. Aki a lisszaboni ifjúsági világbajnokságon 800 méteren döntőt futott és 7. helyezést szerzett, tavaly az európai ranglistán pedig 10. Nem menjetek el, amíg nincs vége, jó? Várjátok már meg! Itt is a futamból 4-en juthatnak tovább, két percet még és még a további 4 legjobb időeredmény a két futam alapján. Hát az időkkel biztos, hogy majd kínján kell bánni, ezek és csak úgy az előző futamban látható a taktikai küzdelem. Ezek az tényleg arra menekülők első rúgyak. Gyere ide be, menj csak oda a helyedre, ne foglalkozom a kapcsolatban. Nem ér honnan? Nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom. Hogyha ne nem tudnak még ilyen. Nyolcas részig 2-27-83. Arra nem tud ízni, nem tudni. Nem hiszem. Most kezdik egy kicsit csipkedni magukat, de... Szupimebon Franciaországból készülődik a női hitpróbadók között a távolugrásban. 25-ön kívül lesz a élet. Gyerkes. Akkor nem éljük. Nagyon bízott benne. Elkocogták az első. Igen. Jarmila, dessa!
maradt még teljesen együtt. Most egyébként Alexander Glogger van a legkedvezőbb pozícióban. 64-et ő fog futni. Most vág be. Tanya Francisia, a luxemburgiak versenyzője elé. Mindez történik 1500 méteren. Az utolsó körben és a futamból négyen jutnak tovább, legalábbis a helyek szerint. És aztán még a négy további legjobb időeredményt elért versenyző a luxemburgi hölgy, meglehetősen jól tartja magát a második helyen. Olyannyira, hogy föl is fut, megpróbálja visszaszerezni kedvező pozícióját Alexandra Tokéval a németek versenyzővel szemben. Tanya Francisi tehát a második helyen. És lassacskán már múlt idő, hiszen Tanya feljön az első helyre. Az első négy hölgyversenyző jut biztosan tovább, és aztán onnantól már az idők játszanak. Tanya jön, és innentől kezdve a győzelem szinte biztos, hogy az övé lesz. A német hölgy elfáradni látszik. Jön Laura Marzo, a spanyolok versenyzője, és jön 284-essel Svetlana. Bebiseva az oroszok versenyzője is. Mondtam magának, hogy nem lesz összetetőben. És mellettük... Jó, megvan a Csehkösztársaság. Nagyon taktikus versenyzéssel jön be negyedik, biztos továbbító helyre. Miközben a Matrix tábla a győztes, Tanya Francisi mutatja, aki Luxemburg versenyzője. A tájékoztató óra pedig 4 perc, 27,2 mutat. Jövök, meg akartam nézni, hogy a Brigi biztos tovább jutott, akkor itt. Egész. Utána fut alatta a másik felkó, figyeljétek! Távolugrásban az első sorozat utolsó ugróját Julia Akulenkot láthatták Ukrajnából. A magyar kislány biztos, hogy tovább jutott. Még hozzá az ötödik vagy hatodik idő. Biztos. 28.